hölgyek, urak, folytassuk. Most már valamilyen izgalmas kérdéssel is elhúzakodhatok, az nagyon érdekes. Tehát eljutottunk a vízelem, a tűzelem, a, a, eljutottunk odáig is, ugye, hogy a, a igazából a, a, teremtés eleje van. Hol is volt ez? A tüzek és vize, vagy a szétválasztásra. A, a alsó és felső vizekre. A, a felső és felső vizekre. Igen, mert amikor kereszteződik, a, a, egy ilyen tórus-szerű valami, aminél a középen nagyon picike, de az úszogumi az a torus nem kell rémüldözni, az úszogumi. -e és, de nem a hattyú alakú, szóval nem, nem, nehéz, hanem. É, és, amikor csavarodik, csavarodik, egyszer csak elér egy ilyen kereszteződési állapotot, akkor Möbius felületté válik. És akkor a jobb oldalból bal oldal, a bal oldalból jobb oldal lesz felváltva, olyan lesz a Möbius szalag, csak ez egy Möbius test. Ezt kereste a Klein, de nem találta meg. Tehát ez egy torus, és akkor megkettőződve a metszete úgy néz ki, mint egy négyszín virág. Pont úgy néz ki a metszete, mert a komplex térben ez két, két ilyen alma-szerű felület, amik 90 fokkal el vannak forgatva. De nem anyagi valamire kell gondolni, tehát el lehet forgatni egymáson belül is, akkor is, mert nem anyag. Nincs ott atom, meg surodás, meg elektród, meg semmi nincs. Parancsolj. Ezt tud magáról a megnyilvánulatlan még? A nem így. tud semmilyen szerintem. Indulásból nem volt semmilyen. Most már tud. Tehát ha kikerül ebből a megnyilvánult állapotból, az a világegyetem vége. Ha ebből ő kikerül, az információ megmarad benne. Az összes, amit addig fölfedeztek, csináltak, írtak, verset írtak, festettek, építettek, minden tudás megvan benne. Minden. Most is. Ő a világegyetemben a legokosabb, a teremtők nagyon okosak. Azok mindenre tudnak válaszolni, mert az összes valaha volt ö, tudomány, ami csak volt, nem a földi, hanem a világegyetemben lévő összes űrhajózási tudomány, fizika, biológia, kémia, minden élettudomány, az mind benne van. De minden. Tényleg mi a legapróbb részlet tévedések is. Tehát azt is tudja, hogy de hát ez nem volt jó ötlet. Mint amikor beugrik a kóba a kaktuszbokorba, aztán a bazinak tüskéket szedés, hmm. hát jó ötletnek látszott. Hát szóval, ilyen van a tudományban is, hogy beugrik a kaktuszbokorba, de a lényeg, hogy halad. Már másodszor nem vagy hogy nyugrik bele a kaktuszbokorba, a kóbo a, 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 a se. Elsőre jó ötletek látszott, de olyan, mint amikor én Aténben megfogtam a, egy ilyen kaktusz, ami ilyen sejmes kinézésű volt, teljesen ilyen szörös. Na, hogy mondom, így, de érdekes is. Így, megfogtam. Í, gyerekek, az, az egész kezem tele lett ilyen miniatűr, ilyen hajszál vékony, tényleg hajszál vékony tüskékkel, de szúrt, mint az állat, tele lett az egész kezem vele, szerencsére a feleségemnek volt egy szemöldök csipesz, és azzal szállanként szedegette ki, Atén közepén van egy ilyen, ilyen, ilyen hegy, a tetején egy nagy görög zászló leng általában, meg egy kocsma van a tetején, fönn voltunk a tetején. És egy ilyen, egy ilyen, ilyen alakú hegy, bent Atén közepében van, bent. Atén nem annyira szép, olyan 30-as években épült épületek vannak kinézésre, nekem az nem annyira tetszett, ez a bauxit beton ismeritek azt a, a hát a Bauhaus-nak valamilyen őse, ilyen. tehát ilyen, nem, nem, túl szépek azok az épületek, nagyon modernek akartak lenni. Az 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 idő volt, aztán utána az elment egészen a Hundertvaszt mondjuk Bécsben megnézed, elment, már csuffoskodott vele direkt ezzel a stílussal, hogy minden össze-vissza volt a házban már. Azért nagyon jól néz ki, érdemes Bécsbe jársz, érdemes a Hundertvaszt. Megkeresni, az a több épület van ott. Nagyon jó pofa, érdemes. Az a neve a, a, a építésznek, Hundertwasser. Na, a, épített sok mindent, mondjuk a a szemét a kéményét is ő tervezte, hogy ilyen tettek rá ilyen dekorációt, mert rettentően nyomasztó volt az a, a város közepén egy ilyen bazi nagy szemét égető kémény, ami igazából hulla égető, csak erről nem, nem, egy büdös szót soha nem mondtak. Tehát kitör egy járvány, amiben mondjuk százezer szám hullanak el az emberek, mondjuk egy milliós városban ez sima ügy, na de százezer szám hulla, nem lehet eltemetni, nincs a temetőben se kapacitás, se semmi, és akkor bezudítják a, a izébe, a szemétégetőbe, aztán izét csinálnak belőle villanyármot. Kis izét hozzáadnak, kis gázt, hogy égjen rendesen, aztán akkor a zsír aztán égni. Hát, hát, ezt azért csinálták, mert a tervekben benne van az, hogy a föld lakosságát gyéríteni kell. Ez nagyon finoman mondom ezt még aljasabban úgy mondják, hogy etnikai tisztogatás. Ez a legaljasabb vajas, különben. Kiért azt egy népet, az az etnikai tisztogatás. Mert a tisztogatás az olyan jó dolog. Ha, hát az nagyon jó dolog, nem? A tiszta dolog az jó, ami tiszta, az jó. Igen? Etnikai tisztogatás azt jelenti, hogy amit a szervek csináltak, hogy odaállították a árok szélére az albánokat, az Legebb, a, a, fiú gyerekeket, meg az, a férfiakat legépuskázták, vagy 8000 et nem szarakodtak. Ez a tömegsírokba elhantolták őket, az jó van. Hát, kiásták őket, az kiderült, hogy igen. De nagyon tagadták, nagyon mondták, hogy áh, ilyet mi, nem. A Milosevic, ugye, még annak idején. Ha, oh, miket csináltak? Tessék, van Láthatók a Google például Alaszkában, Fairbanksben, az a város, az úgy van kialakítva, állítólag a Fema tábor van, hogy déli oldalról folyó van, valahol hegyek vannak, de mindenhol van csinálva, hogy ki van vágva egy ilyen hosszú rész, hogy ne lehessen menekülni onnan. Tehát körbe van kerítve tulajdonképpen. Természet... Egy nagy árokkal. Nagy árokkal és egy természeti dolgokkal, hogy ha úgy van, akkor le tudják zárni. Pont, hogy hatalmas terület. A drávik azt mondta, hogy két millió ember. A dráviknak terület. igaza van, ő, ő egy bölcs ember. Ismerem személyesen is ilyen, szoktak olyanokat mondani, hogy merha én megismerni, hát megismertem. Menj, menj, fel arra, hogy paradigma váltok, és meg fogsz találni, ott ülök kettővel, egy arra, mint a drábék. Tehát, hogy, tehát, hogy az, az asztalnál ott ülünk, az előadói asztalnál. Tehát ilyen van, mert ilyen, szoktak ilyen, hogy az egelit megismerni, az egelit is megismerem, jobban vagyunk. minden ilyen UFO ameddig még voltak, addig, mindig ott voltam. Most is lesz valami UFO kongresszus Budakalászon. Igen, igen, valami olyasmi lesz, de most már én is teszek. De vagy nem találták az e-mail valahogy, szóval nem tudom. Csak beírott, hogy kis feladé, már 42 e-mail van, úgyhogy nem probléma. De nem találták, valahogy nem találták. És no, így, így szokott ez lenni. Volt már ilyen periódus annak idején, a Hargitai Karcsi és benne volt, meg egy csomóan benne voltak szóval engem úgy valahogy kiízértek a körből, kiírtak a körből, aztán visszaírtak. Aztán másoknak 20, 20 perces előadása volt, nekem 40. Most is. Tehát áh, így van. Mert én, hogy mondjam, 40 percig is tudtam érdekeseket mondani, ameddig mások 10 percig se. Hát ilyen van mert van egy kis rögeszméjük, az rendben van, de nekem sok van. Na, van-e kérdésetek? Hát én a vírus tovább igazából egy nagyon ott ugranék. Kérdése van, hogy amikor a téridő már létrejött, és megy az időhurokban a tahion, másolódik, akkor ugye ez forog egy irányba, ez jobbos állítólag a mi téridőnk azért keletkezik benne balos ö, fény. Anyag? Anyag és fény. Anyag, balos. Most csak a fény... azért anya, anyag vedd észre. szeretnék rátérni, hogy amikor megy az időhurokban a második forrás, mindig utoléri magát, de mindig kifele, van egy kifele való sodródás. Igen, és, van egy, és van egy tangenciális tudom. tehát nem csak sugárirányba tágul, hanem forog is. És a forgás miatt van neki egy ilyen, mint a szivattyú. Ez a ez így nyomja kifelé a dolgokat, az univerzum tágul, és mégis mindig ugyanakkora. Ez egy ilyen paradoxonnak, hogy micsoda, tágul azt ugyanakkora? Hát ez hülyeség. A vagy tágul, vagy ugyanakkora. De nem, mert van egy fala, a falára fölkenődik az anyagi pfünt, a palacsinta, ami bentről megy állandóan kifelé, de bent keletkezik. Na ez az, ami már fizikával nem egyezik, mert az anyag mindig volt, mindig lesz. Mert nem tudja, mi az anyag, ezért jobb, ha nem beszélünk róla. Ezért már, már készen volt, szóval tulajdonképpen nekem nincs semmi dolgom. Hát készen volt az anyag, hát meg volt az anyag, meg volt az energia, amit kell, mi dolgom van, nekem semmi. Leírom, hogy egy előemszer C négyzet. És már mindent elmondtam. Hát rossz semet mondtál el. Ugye, mert az alapvető dolgokról szó nincs, Mondja tulajdonképpen a valós színű dolgok, mint a látható fény és az anyagi részecske, akkor azért keletkezik, mert ez a tahion másolati forrás lesodródik erről a, erről a kupról, és ott már az anyának az ellenkező irányú kényszerítő érvényes. Ez egy rétegezett tér, nagyon-nagyon bonyolult rétegezett tér. Tehát az, amit mondasz, hogy lesodródik, ez igaz, egy pontra bekivetítem, de van egy őrült, bonyolult, fénysebességet táguló téridő. Fénysebességet táguló téridő. A fénysebességet táguló téridő az nem csak egy téridő aztán tágul, hanem rengeteg rétegből áll, 32 rétegből áll a mi téridőnk. Azért van a saktáblán 32 fehér mező. Nagyon világos. Összesen 64 van, mert van egy másik világ is, a más világnak is hívják, mert az más, az egy antianyagvilág, nem találják. Mert az az ellentmondás benne és az nagy átverés, hogy ebben a világban is van saját antianyag, meg abban a világban is van saját antianyag, csak a kettő tükörképe egymásnak. Tehát így még megduplázva is tükörképe, bonyolult, összesen 64 párhuzamos univerzum összesen, a, két, ebben a vonatkozási rendszerben, mert nem csak ez a vonatkozási rendszer van. Hú, nagyon bonyolult. És ez a 64, ez rajta van a Szent Koronánkon, 64 piros almandin csepp formájában, 64 teremtő másolat. A teremtő egy ovális, kis ilyen ovális kövecske, az nem csepp alakú. A többi mind csepp alakú. Mert a kiindulási, a nulladik pillanatban még nem csepp alakú volt. Az a világtojást jelképezi. A Rajta van a Szent Koronánkor, és rajta vannak a, a benne született ö, vezető ö, istenségek, nem, isten, nem több isteit, nem izé. Ezt egyébként nagyon elkezdték elsinkofálni, mert nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát, hogy az univerzumban az Istennek születnek fiai és lányai, de ezek nem biológiai lányok, meg biológiai fiúk, hanem ezek ugyancsak időforrások. Csak a kezdeti időforrások még megvannak. És a meglévő időforrások mi is létrehoztak gyereked, unokát, dédunokát, szép unokát, akármicsodát, tehát létrehoztak egy fraktált, mindegyik. És mindegyik a saját fraktáját vezeti. Hát persze, belőle keletkezik most is nem az, hogy keletkezett és kész, egy francokat most is állandóan üzemelteti. Mindegyik. Tehát az Isten ugyanígy üzemeltette a világegyetemet. Megteremtett a világot, aztán leült és elegem volt. Szóval nem így működik, hanem milliárd évek óta szolgálatban van. Mert ha ő egy pillanatra is abba adja a teremtést, a világegyetem eltűnik. Ennyi volt. És ezt ő tudja és nem hagyja abba. Hát miért bántana az unokáit, meg a dédunokáit? Vigyázz rájuk. De ez nem egy bácsi, aki vigyáz rájuk. Lefesték, lerazják, mert nem tud mást elképzelni. Nem tud mást. Ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat, örömed, nincs rá szüksége a világnak, ezért a Szentfát félrete. Hát nem, de nem tudja, csak a saját kis biológiai hülyeségeit tudja elképzelni. Bácsi, néni, csúnya bácsi, jó bácsi, ördög bácsi, csúnya bácsi. Szóval egész egy ilyen gyermetek óvodista szintre van lerángatva. Igazából minden tudunk róla, megvan az listája, a neve mindegyiknek, mindenkiről minden megvan. Csak nem érti az összefüggéseket, és akkor elsinko, elkezd mellé beszélni, elsúnyog. Na mondjad? Az egyszer, hogy a első dimenzióban éli az a hatodik van a harmadik. Igen. És ez milyen összetettségű rendszer? Tehát itt hány... A hatos, ő a magyarok hány, istene, azért érdekes. Hányból hat? Tehát aki a magyar rendszer teremtette, akiből a magyar rendszer lett, na az, az, a, az a kezdő ősapánk, vagy hogy mondjam. ez a hatos, ez hányból hat? És a haton belül a három, az hányból hat? Ezt így nem, nem lehet elmondani. Belezavarodnak. Nem lehet elmondani. El lehet, ezt szabad mondani, csak nem. berezavarodnak te is. Te is. Be, tehát elmondom, és aztán még 26-szor meg fogod ugyanazt kérdezni, mert ne, nem, egyszerűen belezavarodik mindenki. Megvannak, a Rikvédában van leírva nagyon jól. Ott megtaláltam. R apostróf K. Tehát egy R betű, egy felső kis húziga, egy vesző, meg, meg egy K. Ez a Rikvéda. Erről nagyon jó dolgot találtam a Tony Nader nevezetű Dr. Tony Nader nevezetű professzorunknak az a könyvében nagyon jókat találtam. Human Physiology az a könyvnek a címe, hogy emberi fiziológia. Ebben leírja az idegrendszert, leírja az agyműködést, leírja az egész működését az embernek, de tényleg, na de azokat a részeket is leírja, amiről egy megveszekedett büdös szó nincs a mai orvostudományban egy szó sincs belőle, és azt is leírja. Mert hogy ez a Rikvédát mondja nem ő találta ki, hanem ő ugye indiai eredetű, indiai ember, és ezért hát gondolom szanszkritül jó tud olvasni. Vagy még talán a nága nyelvet is el tudja olvasni. És ezért, ezért nagyon sok Dolgot el tudott mondani, el is tudott, és nagyon precízen le van benne minden írva. És a keleti asztrológiával jól van leírva, van a nyugatiból is benne ilyen kis mutatvány, tehát ő tudja szinkronizálni a nyugatival is, nyugati asztrológiával, ami nagyon tudománytalan a mai materialisták számára, az egy nagyon tudománytalan dolog, csak sorba bejönnek a dolgok. Az a probléma, hogy sok-sok minden bejön aminek nem szabadna bejönni. Ja, Kalo Jenő barátom szokta nagyon szépen elmondani az interneten, érdemes rákeresni, nagyon bölcseket mond a Jenő. A Lélek együtt alapítottuk. Uf, igen. Aztán úgy, úgy, nem lett abból nekem a részemről semmi, de ő most azért nyomja azért nyomja a dolgokat, asztrológiát nyomja. De még egy csomó asztrológus barátom van. Az egyik tévészerelő volt, a Janák, az tévészerelő volt. Úgy jelentkezett, de mindig, mert a íróasztal fiókjában volt a telefonja, hogy Janák a fiókból. <laughs> Zuglóban volt neki egy műhelye, egy garázsban, és sokszor voltam nála, barátok voltunk. Színes tévészerelők azok ismerték egymást, és segítettük egymást. Tehát nem volt alkatrészt, nem tudtam valahogy szerezni, adtunk egymásnak alkatrészt, és sem ócsároltuk egymást ha láttam, hogy rettentően elrontott valamit, akkor sem csároltam, csak neki mondtam el, másnak nem. Te ott azért nem kellett volna annyit inni, mert ez úgy összetak hogy szörnyű. Szóval így elmondta. Igen, 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 tudta ő, de sosem mond, én másnak nem mondom el. Tehát a, a, a gélkások, azok úgy szíták a többi tévészerületet, mint a bokrot. Mint a bokrot úgy szíták tehát o, ők a úgy gondolják, kapita az kapitalizmus, hát a kapitalizmus szíták. Tehát igazából, hát a kigyulladós tévéket meg az orionosok csinálták főképpen, csak azt ez nem derült ki sose, pedig a lakások égtek le miatt. <laughs> a nem értették, hogy mi van, de mi értettük. Berakták a jó kis nyugati szilíciumdiódás sokszorozókat, berakták az orosz szelénes, Sokszorozó helyet. Ami nem tudott áramot adni, csak ilyen kis fingling áramot, nagy áram nem jött belőle. És ez jó volt, mert egy ilyen műanyag szarbot csinál, olva, hőre olvadó, éghető műanyagból csinálták a szikrak közt. Ilyen maromságot. is csinálhatták volna semmi, egy ilyen kis cserépdarabszal semmi nem lett volna. Nem abból csinálták, hanem ilyen. Hát fölcsöntött ilyen hőre lágyuló meg éghető műanyagból. Jó volt az. A... Az eredeti és jó volt, csak egy nagy volt, hogy beletették ezt a sokszorozót. Valami jó kép lett. Nagyobb árama volt. Új, úgy működtek az ócska orosz képcsövek is. Oly, nagyon jó. Éles, fényes kép lett. Jaj, minden jó lett. Csak egy nagy baj volt, elmentek nyaralni. Mondjuk elmen nyaralni két-három hétre vagy egy hónapra, na, akkor abból baj lett. Hogy bekapcsolta a tévét, akkor elkezdett hátul hegeszteni. Miért? mert ezek a dumék, amiknél a, a csövek lábánál van egy ilyen, hát ez ilyen ötvözet ez a dumé, ez ilyen, ilyen rézvas valami ötvözet, és a, annak a hőtágulása az üveghez hasonlít, amiből készül a képcső, a régi nagy uborkás üvegképcső. És az elektron csöveknek a lába az üvegbe volt belerak, kiálltak ilyen drótok az üvegből, és akkor az foglalatba bedugtam. Az ember, és akkor úgy működött. Na, Hát az a lényeg az, hogy amellett szépen teleszívta magát három-négy hét alatt a orosz képcső, mert szarul voltak, már egy időn hogy már úgy lassan. Amikor működött a tévé, akkor a getter elnyelte. Volt, volt, volt benne ilyen getter, ilyen ö, elnyelő, ilyen kis só vacak karikába volt egy ilyen kis gyűrű karikával, volt ilyen só, és az elnyelte ezeket a gázatomokat, amik beszivárogtak kintről. Há, de akkor nem jött el. És annyit már nem tudott elnyelni, bekapcsolták a tévén. Hú, lett is tűzjáték hátul, kigyulladt a színpanel, és ezeket a tévéket milyen mániákusan, ilyen szépelgő izék berakták ilyen szekrénysorba. Na de ha lángolt az a éghető műanyagból volt a hátlapja is. Az elsőknek fémből volt a hátlapja, az egelső nagy, dög nagy orosz tévéknek, 60-65 kilós tévék voltak ám. Ó, nem kis vacsak volt, ekkora trafó volt benne, vaj, <laughs> és, és, egy ilyen óriási nagy, nagy tákolmányok voltak, de működött, elműködött 20-30 évig is. Emeltem, ilyen orosz tévét, és tényleg mert ott nehezebb 10 kilóval. Ott nehezebb 10 kilóval, hogy ekkora nagy trafó van benne. Ilyen, ekkora. De rendes, szó trafó van benne, kellett is az áram, mert hogy, hát nem volt igazán jó kitalálva később. Aztán, amikor már integrált áramköröseket kezdtek csinálni az oroszok is, akkor már csökkent a súlya, mert nem kellett annyi áram. Mert baromi sok árammal dolgoztak először. Hát ilyen 300-350 watt. De az ott fűtött a lakást, az is jó volt. Szóval berakták a szekrénybe, kezdett égni, égett a szekrény sor. Tűzoltok még meg is locsolták vízzel, szorobban a képcső, barr, és letakarított mindent. Elől nem nagyon jött ki, általában szerencsére, mert ilyen vastag üveg volt az elején, ilyen ólom üveg, mert sugárzott is, röngen sugárzása volt ezeknek a képcsőeknek. Röngen sugárzás. Nem is gondolnát, de igen volt neki. Én becsületes feliratot csak angol képcsövön láttam, amire rá volt írva, hogy, hogy a készülék X sugarakat kelt, Az azt jelenti, hogy röngen sugarakat kell. Hát belül a képcsöve rá volt írva. Tehát a tévészerelő, amikor javította, a jobban ki volt téve, mert ott egy vékony üveg volt csak viszonylag. Persze, oda, oda a a falra a tévészerelőt, előtt. Veszélyes sport volt. Túléltem, itt vagyok. 12 évig nyomtam, aztán, aztán elegem lett belőle. Hát, az van, a gyerekeket föl kellett ruházni, nevelni. És mi lett a tévégyári munkásokkal, akik a tévéket sorozatban Hát azok kert, az kicsit, kicsit rögötted. jobban hullottak rákba, tudod, tüdőrák főképpen, meg, meg ilyen fejkörnyékirák, ahol sugározták Tehát a, a pofájukat. Az volt a feladatuk, hogy folyamatosan állítsák, fókuszálják a Nem a nagyon a mondták neki, hogy az röntgen, röntgen, röntgen sugároz. Ugyanúgy, mint hogy a Vekker órákban volt egy, egy tórium sóval egy ilyen fémes szennyezett volt benne, és akkor az a, az a világítottak a számlapok. Most gyerekjátékba teszik, szóval nagyon rendesen. Az a, a világító számlap. Tehát a, az a fényel megvilágítottuk ki, nagyanyánknak ehhez csak bugáztuk a vekkerórát, és akkor bevittük a, kivittük a napra, bevittük a alá, és néztük, hogy hogy világít. A volt, csak senki nem tudta. Azok se, akik ott dolgoztak, néha a pofájukat kifestették, meg a fogukat kifestették ilyenre, és akkor ott húhogtak a sötétbe. Aztán a, szá, a rá, szájukat szétvitt a rák, de nem értették, hogy miért. Hát mert ez alfa sugárzó volt, veszélyes, veszélyes volt. Tessék, van. Erről lehet találni egy filmet, nagyon érdekes és megható a Tórium Lányok, Tórium Lányok címmel. Lehet é. Lehet é. Lehet az bizony. És jellemzően lányokat alkalmaztak, meg foglalkoztak, mert jó a kézügyességük, szépen. Igen, de buták voltak, voltak, szegénykék, buták voltak. Nem tudták a, a radioaktivitásról, hogy az micsoda. Úgy nevelték, úgy tanították be őket, hogy nyállazzák meg az egysetlenek a végét, hogy egyesetlen legyen. Igen. Igazából benyalták a tórióba. A benyalták a tórióba, és fogalma nem volt annak, aki mondta neki. Mert lehetett volna ott ilyen, hogy köpje bele ebbe a kupakba, aztán mindig másbe az esetet a sodor meg. Nem ezt mondta neki, hanem azt hogy nyalja, meg. Mert annak, aki utasította, az is hülye volt. Hát, mint a kievi tűzoltóparancsnok, aki kiment tűzolt, háztűznézőbe az atomreaktorhoz, még az unokáit is oda a hülye idiótája. Komolyan odavitte az unokáját, hogy lá, igazából nézzétek meg, hogy ég az atomreaktor. Ám a fogalma nem volt arról, hogy mi az, hogy rádióaktivitás. Nulla fogalma az elvtársaknak általában. Most éppen valaki küldte nekem, mert ugye erről beszéltünk, éppen küldte nekem, hogy talán a, ilyen, nem tudom már ki volt, Rádion. a Petősz küdte, igen. A, az volt a Petősz, amit és... Olyan, hogy, hogy a tévében bemondták, hogy a, nem Budapesten nem emelkedett a sugárzás. Ne, én akkor már IBM-es voltam, és a sugárbiológiai intézetben is kiártam. Mondanom sem kell. Én ott láttam az adatokat. És azok az adatok nem azt mondták, hogy nem volt sugárzás, hanem, hogy 400 szorosára emelkedett fel a sugárzás. 400 szorosára. A tízszeres már veszélyes és 400 szorosára emelkedett fel a sugárzás. Itt mászkáltak az emberek sugárzó arccal, az elvtársak úgy hazudtak, mint a könyvből olvasnák. Lehet, hogy nem hazudtak, hanem igazat mondtak, mert fogalmuk nem volt, hogy az micsoda. Ez a jellemző volt. Tehát buta volt, mint a sár, fogalma nem volt rádióaktivitás. ez a rádióaktivitás? Az a a sugár, sugárzó, a sugárzó mosolyod lesz, milyen jó. Tehát valami egészen idióta hozzáállás volt. Egészen. Kievbe, ugyanez volt, én voltam utána, nem sokra rá Kievbe még ottan, mindenki sugárzó alsz a maszkát. Gyerekek, a zsebemben megszólalt a doziméter. Ami sipolásra volt állítva egy értéknél. Addig csak kattogott. De amikor elért egy értéket, akkor jelzést adott. Szólt, hogy valaki elment mellettem, és elment mellettem valaki mentem utána, de tavar is, így is sikerül, mutattam még. nézd és oda tettem a dozimétert hozzá, fütyölt, mint a rossz sem. Mondom, de vaj, balnyiszom. Gyerünk a kórházba. <coughs> Szó, rengetegen sugárzó, sugároztak az emberek. Megittak sugárzó dolgokat, megettek sugárzó dolgokat. Fogalma nincs a vállalatő aktivitásra Egy lakosságnak nulla fogalma van. A mai meg még inkább. Tehát a mai lakosság az a hülyék hülyéje már. Nekünk még tartottak ilyen légó kiképzést, de hát ott én kölyök voltam még a légó kiképzésen, és kidobott az izé, kidobotta egy ezredes tartott az, izét, az előadást, és kidobott a megkapta a vizsgát itt a kizé, ki, mert hogy hát három olyan kérdeztettem neki föl, amitől rögtön behidalt, mert fogalma nem volt neki se hülyeséget, bebagolt egy szöveget, azt, azt elmondta. De nem volt róla fogalma se. De akkor már kölyöknek többet tudtam róla, mint ő, aki, ő volt a szakember, ha ah, jól van. Na, ilyen szakemberek ezt bevisznek ám az erdőbe, ő nagyon. Nem, egyszerűen az F-társak letagadtak, nem tudtak tévedni, tehát a, a szocializmus, tévedhetetlen f Ez És folyamatos tévedés volt az egész, a tévedések végjátéka, de nem tudunk tévedni, mi jó mindent, jó csinálunk mint a most lán, jelent volna meg Európában egy pont ilyen, hogy erőltetik a legnagyobb baromságokat. Igen. Nem, semmi változik, ugyanazt. Semmi nem változik. Semmi nem változik. évszázadok óta, sőt mondhatjuk, hogy évezrede. milyen jó volt az. Ki is mondta azt, hogy, hogy a Földön a tudás mennyisége állandó, az emberek szaporodnak. Nem. Hm? Nem tudom. Milyen. Vagy a Bertrand nem tudom. Murphy törvény. törvény, nem tudom, de az ember, tehát az azt jelenti, hogy egyre hülyébb lesz a világ átlagosan. Tehát az, mert igazából ma nem foglalkozik vele, nem foglalkozik. Tehát le van, le van egy, ilyen, ilyen szappanopera szintre hülyítve az egész, az egész lakosság szappanopera szinten van. A fiúk azok ilyen lövöldöző szinten vannak, éjjel-nappal, De Ki, ezzel is tartanak a háborúra? de nem is gondolnád? A tank úgy van megcsinálva, mint a játék. A tankban az van megcsinálva, mint a játék. Ugyanazt, és a, a játékban már megtanultod, hogy hogy kell lőni vele, és a tankkal ugyanúgy kell lőni. Hihetetlen. De tényleg, tehát ez már egy kiképzés volt, csak te arra nem gondolsz. A felmatáborok táborok nem véletlen. Az összes típusban benne van ezekben a játékokban. Az összes játékban benne Szerban van, úgy van. És hány életed van, még a lélekvándorlás is benne van. Hány életed van, érted? Az a lélekvándorlás. Ugyanúgy, mint a vadásznál, az is lélekvándorlás. Az Ádámnak az életei, az a lélekvándorlás. Csak ugye ott is nem, nem jött rá sok félnotás, fél hogy miről szól az egész. Hihetetlen. Pedig ami ott, mikor volt, nem most volt az, nem most írták az ember tragédiáját. Parancsolj. Egy érdekes dologra jöttem most rá a Likvédával kapcsolatban, ugye az Ainader könyve, amit írt fiziósít, Igen. Meg ugye az asztrológia, ami benne van. Kicsit messzire megyek most. Benne vannak az aminosavak, az ACTG, hogy igazából úgy értelmeztem, hogy melyik Naprendszeri bolygóra vannak, tudjuk, mert időszálon. Igen, kémel. igen, igen. Tehát, ha én olyan ételt eszek, vagy stresszelek, hogy olyan dolog történik velem, ami megváltoztatja a szervezetem működését, mondjuk vérnyomást emel egyéb, a sejtjeimben egy másfajta rezgés fognak kelteni ezek a sejtalkotók, a is, ugyanúgy, igen. a legkisebb alkotók. Na most, tegyük föl adenin citozin, guanin, Ura, ö, ö, igen, timin. timin, mondjuk egyik oda van a Szaturnuszhoz, a Szaturnusznak van egy normál rezgése, jár körbe, és mindig kelt egy egy energetikát, ami hat az egész bolygón levő ezek ezen az aminosavokra. Igen. És a többi bolygó is. De a növényekre, állatokra, emberekre egyaránt. Ha ezt kizökkentem ezt az energetikát, mert feszülök, akkor egy feszültség keletkezik a kettő között ami onnan jön energia, és köztem, és ezáltal történhetnek, mondjuk egy fejfájás keletkezik, először csak Még Igaz, hipnozik, a tévében az összes ilyen, állandóan a, vagy a, a, a fosást, vagy a székrekedést, vagy a hányást, vagy a gyomorrontást, vagy a fingást, vagy mi, azt reklámozzák állandóan, mindenhol. A nők menstruációját, más nincs. Libresbetét Reklám a, de reklámoznak, szarást reklámoznak, de hogy nem. Reggel így kiment, jön ki a vécél. Igen, meg be, a nőnek el, nem jön ki, az úgy jelezik meg, ugye, hogy a, a, van egy ilyen a italautomata, kivesz egy ásványvizet, ami kidől, de nem esik ki neki. ez így van előadva, hogy nem székrekedése van, de milyen baj az, ha nem jön ki. Szóval ha így próbálja meg ilyen nagyon szép elegbe elmondani, hogy székrekedése van. A jelentős része a fiataloknak azt se tudja, mi van a belsejében. A jelentős része nem tudja. Fogalma nincs bérrendszerről, májról, funkcióról, veséről, semmiről. Semmiről. Egy csomó hátra se néz, lehúzza a vécét, hátra se néz, hogy lemente. Hát undorító, hát az ottan, mi az ottan, fúj. Ez ilyen. ez csomó nem törlik -e a seggét. A nőknek egy jelentős része izébe ha, ha is pisál, de nem húzza le. Most nem vieskedek. Halálkom, ha nem láttam volna ilyet, akkor azt mondom, hogy hát, de nem lesz akartam, de láttam. Tehát oda, ó, mondom, hát, ezt jó csinálja. Tehát most a reklámokkal a, rengeteg gyógyszert reklámoznak. Annyi gyógyszer reklám van, hogy már nem normális. Általában ilyen, mind ilyen vacsorához, meg ebédhez valók ezek a reklámok. Tehát fosás, szarás, hányás, minden van benne, amit el tudsz képzelni. Gyomorrontás, minden van benne. Hát azt mondom, hát gyerekek, hát más, de reklámoznak utazásokat, vagy mit tudom, akkor a rendben volna elnézném. Na de más, egy csak gyógyszerreklámot nyomnak, fia reklámot néha. De majd aztán a hányás reklám is jön utána, az csak az... Parancsolj! Azt reklámozzák, amiben a pénz van. Amikor nagy hitelezés ment, Igen. a hiteleket reklámozták, mert akkor abban volt az üzlet a bankok. Igen. A gyógyszer az mindig üzlet, ezért reklámozzák a gyógyszereket. A hitel is reklám, olyakkor a kamatokra... Pfú. De most ezek szerint... Soha az életben nem fizeted vissza olyan kamat, 25% kamat, tudod, mikor fizeted vissza. Hát, ah, és akkor még emelnek is egyet rajta. Van, aki három autó árát kifizettem, azt még mindig hozzá se kezdett a tőke törlesztéshez. De már három autó árát, amit vett autót, annak háromszor fizettek az árát, még nem ült benne egyszer se, és háromszor kifizette az árat, Láttam ilyen esetet. Ez egy előnytelen szerződés volt. Hát igen, igen. Ne, hát a szerződés most talán nem, csak nem figyelt eléggé. Az apró betűket nem olvastál, hogy megváltoztathatják a kamat, tetszőlegesen megváltozhat a kamat. Na, ez a tetsző, tehát egy oldalúan én, aki a pénzt adtam neked, azt mondom neked, jól van kapsz nálam 3%-ra. És akkor, ja, jössz hozzám, hogy, ja, most már 33. Érted? Na, most már nem annyit kell fizetni, tízszer annyit. Tehát így működik a legajasabb bajas. Hát ennél És Svájcban nem merik megcsinálni. Nem is hallottak ilyenről. Itt a perifériákon, ugye az új gyarmatokon újra gyarmatosítanak. Nagyon, minket nagyon akarnak gyarmatosítani. Oh, kellenek az ingyen rabszolgák, és azért nem engedték a fizetéseket följebb menni. Hú, nagyon dolgoztak rajta. Mindent eladtak gyárat, ugye mindent eladtak. Jöttek, megvették, szarért, húgyért, tényleg semmiért megvették. Ha, a telek többet ért. De az összes gép tízszer annyit ért, azt egy hajóra, félúton járt a hajó Dél-Amerikáig, dél -amerikáig, amikor már eladták tízszeres áron azokat a gépeket, amiket innen elvitték. Visszakapták az árát, amit befektettek, meg még egy csomó pénzt. Hát így jó, így könnyű, így lehet csinálni. Tehát itt, akik, akik belebólogattak annak idején, ráborintottak mindenre, ú, miket vállalt fel a német is, ú, annak idején, amikor a rendszerváltás előtt volt, miket vállalt fel, ú, hatos cikke, ú. Mondjuk volt az IMF, akinek a, az autója az még sokkal nagyobb védelmet élvezett, mint bármelyik diplomáciai testület. Bármelyik helységük, bármelyik autójuk, bármelyik az sokkal nagyobb védelmet élvezett, mint a, a követségek. Hát most meg a lengyeleknél bementek az elnöki palotába, azt elvittek onnan két minisztert. Komolyan most megcsinálták. Az elnöki palotából vitték el a rendőrök. Hogy merészel bemenne az elnöki palotába? Milyen őrség van ott? Ne vicceljünk már. Há milyen őrsége van annak? Ez... Figyeld, erőszakkal bemennek a rendőrök, és letartóztatnak két volt minisztert, aki elnöki kegyelmet kapott, vagyis már nem lehet büntetni. És most mind a kettő a börtönben van. Nem csináltak semmit. Csak félnek tőlük, ha Há, persze. Hát mit kell csinálni, le kell fejezni. Úgy működik mindig minden gyarmatosítás úgy kezdődik, hogy lefejezik az értelmes réteget, és akkor ma azt csinálsz a néppel, amit akarsz, mert az már nem fogja vezetni. Nem ért a vezetés. Ez nagyon mondja, hogy ő hogy vezet, de abban a pillanatban, amikor a gyakorlatban oda teszik elé a feladatot, semmi fogalma nincs a vezetésről. Butaságokat magyaráz, dönt, izé, hadovál, ígér, fűt, fát, bokrot. Láttunk ilyet. Te is láttál, én is láttam nem azt képzelem, meg úgy gondolom. Nem, nem, nem. Láttam a gyakorlatban. Olyanok voltak hatalmon, akiknek fogalma nem volt semmi. De ez igazgató, meg olyanokat tettek oda a főmérnök. Nem is kellett, hogy diplomája legyen. Az udari söprögetőt kinevezték főmérnöknek. Komolyan? Nem viccelek. És azt mondta meg a mérnököknek, hogy mit kell csinálni. A gondolatot, hogy milyen hülyeséget hordott össze. Na, és ez volt a főnök. Bú nagyon veszélyes sport volt. Én ezeket láttam a gyakorlatban. Abszolút láttam. Sajnos ez egy nagy baj volt, az országnak is nagy kárt okozott. Ugye, hogy változtatja ezért, hogyha egy hálózatot nézel vele, ilyen kockás hálózatot nézel vele, nagyon látszik. látszik. Kéne csinálni, hogy egy nagy üres vagy plasztikkal, vagy biasszal, Me Megvan, ki van nyomtatva, ott van. Igen. Igen? Én annyira hitetlen vagyok. Az is, az is, is fogja. Meggyőző, Bács, is. De drágám, ott van, beleteszed, megcsinálod, ott van, meg van csinálva. Beleteheted, ott okay. van. Beleteheted. És az a lényeg, én senkit nem akarok meggyőzni, itt se. Tehát nekem nem, nem az a dolgom, hogy itt meggyőzzek valakit, vagy én nem hittérítő vagyok. Én lelkész vagyok, de nem vagyok én hittérítő. Nem kell az Istenbe. Dögölj meg ahogy akarsz. Magár ügyet ne higgyél benne. Jó van. De zuhanó repül a kevés az a testa. Azt mondta a nagyfőnök nekem, és mint főpapnak, kötelességem is vele legalább egy évben egyszer beszélni. Most már vagy két éve nem beszéltünk így, hogy felvétel is készüljön róla, mert egyébként figyelő mindenre, tudom én, hogy mennyire figyel, annyira tudom, hogy mennyire figyel, hogy nagyon. Tényleg a beszélgetésekre is, ezekre is figyel, megkritizálja, de amielőtt megjelenne, megkritizálja. Szóval, hogy de ott azt mondtad, hogy hát az ne, hát az ne, a szóval megkritizálja. De hát jó, köszönöm, hogy segít, Ez jó, hogy így van. De a lényeg az, hogy, hogy kell csinálni egy világképet. Ez a világkép, ami ma általában el van terjedve, úgy rossz, ahogy van. Tehát az atomfizika, nem is lehet összekopni, a, tehát a a, a, a mechanikával gondolkodnak, tehát az atomfizikát is mechanikusan képzelik el. Kvantummechanika, ugye az a neve, kvantummechanika, mechanika, tehát gépezet, fogaskerék, az a mechanika. Tehát semmi köze nincsen hozzá, mert az egész egy hullámtér, tehát maga az anyag, csak hullámokból áll, nincs ott semmilyen még benne, meg még kisebb részecskeme, még annál egy kisebb nincs benne. Minden csak hullámokból áll, interferenciákból, időellentmondásokból. Keletkezik a megfoghatóság például. Időellentmondás felületekből keletkezik. Úgy néz ki, mintha ott lenne valami, de közben nincs ott semmi. De az a, az a nagy átverés benne, hogy te megfogod, meg tudom nyomkodni idő. Izé, idővel nyomkodok időt. Kérez, soktam egyetemi előadásokon kérdezgettem, hogy valaki fogott-e már ö, atomokat? Elektronéjakat, igen. Fogott-e már elektronéjat? Hát ő nem, elektronéjat ő nem. És mondom, az atomnak mi van kívül, nem az elektronhéj? És ha én nyomkodom az orromat, akkor nem elektronhéjakkal nyomkodok elektronéjakat. Ennyire nem szokták végig gondolni. Ennyire se. Ez semmi. Ez nulla. És még ennyire se gondolja végig. Tehát az elektronok keringenek kívül, és az elektronok taszítják egymást, és nyomkodom az elektronhéjakkal az elektronhéjakat. Fantasztikus. És itt van, itt van előttünk, nagyon kell érteni az atomfizikát. Nem úgy van, hogy hát én Isten hívő vagyok, és nekem nem kell ilyennel foglalkozni, de barátom, az atomok is Istenből állnak, és is, de bizony foglalkozni kell vele. És a papok is tanulták a marxizmus leninizmust. A papok is tanulták a marxizmus leninizmust. A, a, Boda főtisztelendő tanította a természetes istentant és az atomfizikát. Istentant, atomfizikát, érted? Istentant, atomfizika. Hogy a francba kerül a kettő össze? Hát így, ahogy most elmondom. Igen. Ami fennmaradt a hogy hogyan tanította, hogyan értelmezte az atom. Biztos van, biztos van. Nekem nincs, de biztos van. Egy ilyen nagyon felvilágosult okos ember volt, beszélgette vele, Rádiósort is csináltunk együtt. Három órás, tehát nem az, hogy két mondat volt, hanem sok, elég hosszú volt. Éjszaka, nagy rádióba, királyi, királyi rádióba, éjszakai műsorba. Ilyen évféltől három óráig. Hogy hívták Boda keresztnevét nem tudom. Biztos, egy nagyon rendes, okos főpap volt, aki az egyetemi tanár, aki ott tanított Esztergomba, a diákokat, a papokat azt tanította. És az a lényeg, hát ők tanultak, nagyon jó csillagászatok, nagyon jó fizika, fizikusai, a Rómában is nagyon jók vannak ám, szóval nehogy azt, hogy nincsenek. Van? Hát ahogy egy csináltak, kronovizort, csak úgy más nem mondom. Valamilyen ókori, akármit iratban megtalálták, leírva a kronovizort. A kronovizor az időnéző, azt jelent lefordítom. De ez nem azt jelenti, hogy meg lehetett nézni, hogy mi történt a történelemben. Egy képernyőn megjelent egy ókori valami. Erről készült egy filmsorozat nemrég, egy ilyen pár részes Hollywood, azt film. Én nem láttam. Masonló, hogy ilyen aranyketrezes tudományos kutatás van, és ilyen titkos kutatások megölnek egy ember, stb. Akkor kiderül, hogy ilyen képeket vizionálnak, ilyen mindenféle cseppal, de itt 3D-ben. Aha. Egy ilyen képernyőn, és ugyanígy az időt nézik vissza. Nagyon, nagyon érdekes film. É, itt van-e a múlt? Igen. Igen, mindenhol itt van a múlt. Tehát nem kell valahonnan elővenni, mert itt van. Benne van az időgépben, minden atomjában. Tudnék, a, a az, amit te kiárasztottál hullámokat, az eléri mondjuk a falakat, meg a plafont, meg a tetőt, de a tetőcserépben is benne vagyok én a hullámteremmel. Pontosabban a cserép van benne az én hullámteremben. És mi van az én hullámteremben? minden, amit gondolok, minden, amit valaha gondoltam. Az összes gondolatom, a lelkem Ez sugározza állandóan magából. Egy nagyon komplex hullámteret sugároz, és ebben benne van minden esemény, minden párbeszéd, minden esemény, minden, amit tudok, minden, amit felfedeztem, stb. Benne van. Na most, hogyha én innen elmegyek, mert ez az én mondjuk kedvenc helyem, akkor ott nem annyira jut eszembe valami. De ha videólök ide-vissza, akkor eszembe jut. Na ná, itt van a fókuszpontja annak a gondolatnak, ahol voltam. A múltkor és akkor gondoltam ki ezt, és azért jött meg én eszembe, mert az a hullámtér benne marad az atomokba. És együtt sugározzák attól kezdve az én gondolataimat, a te gondolataidat, a Péter gondolatát, vagy a Krisztián gondolatát, egyszerre mind az összeset. Akit gondolkodik, az mind benne van, ő nagyon komplex valami. És minden gondolat, tehát ne, az is benne van, amire azt jelenti, hogy hát az nincs benne, de az is benne van minden. A minden az minden. Ez az, amit az emberek nem tudnak elképzelni a, a semmit meg a végtelen, azt nem tudják elképzelni. Tessék, szikban. Viszont, hogyha mondjuk valami 2000 2000 éve történt, és egy helyen ki, ki akarom olvasni abból a helyből, az már azóta nagyon elzajosodott. Ahogy mondod, elzajosodik. Szűrni, szűrni kéne ezt valahogyan vagy. Milyen Igen, de, de hát a zajok közül is azért a mondjuk a rádióhullámokat azért ki tudod szűrni. Mert ha belehallgatsz egy ilyen KF-be, belenyúlsz, akkor néha ilyen a legerősebb rádióadók egyszerre szólnak rajta, amikor megnyúkálod. Az összes rádióadó, ami a közeledben van, mind egyszerre szól. Nincs, nincs szétválasztva. A zene, a beszéd, minden együtt szól. És akkor csinálsz rá egy rezgőkört, és akkor csak rász azzal a rezgőkörrel arra a frekvenciára, ami mondjuk a Kossuth rádió, akkor a Kossuth Rádió erősebben fog szólni, sokkal, mint az összes többi. Parancsolj! Nem rádióhullámokat kell kiszűrni, hanem időforrásokat. Így van. Hát az a legkisebb rezgés az univerzumban. Igen, de a tulajdonságaiban hasonlít a rádióhullámokhoz. <kül> a rádióhullámok is beleírodnak a közegbe, tehát a régi rádióadások ott vannak. Egész hihetetlen. Hát az elment, elrepült, kész, tűnt a beléleknek más a rezgés, az rezgése, az alaprezgése, amire rá lehet hangolódni, és akkor ez úgy működik, mint egy oszcillátor. Úgy van. És egy, de ahhoz nagyon finom szűrők és áramkörök kellenek, vagy hogy mondjam, nagyon finom berendezés kell. És akkor rá lehet jönni, hát persze, hogy kinyírták, na hogy szétszették, na hogy a kronovizot, na hát azt mondja, hogy szét, szétszették, nincs. Nem. Hát de gondolj bele, hogy attól kezdve, van, van titok. Attól kezdve nincs titok. Hát a mafiózó megölt valakit, mondjuk egy mafiózó. Van titok. Kimegyek a helyszínre ezzel a szarral, bekapcsolom, visszamegyek az időbe, amikor körülbelül történt, és nézem. Egyszer csak jön a mafiózó, és lelő valakit. Látom, hogy hova dobta utána a stukkerját, bedobta a folyóba, mondjuk. Csak egy jó mágnes kell, aztán ki lehet folyóból mert én látom. Igen, csak ez egy barmira veszélyes. Mert ha te mondjuk látó vagy, mert a látok így látnak, nem véletlen. Minden, nagy, minden, országban a látók vannak a rendőrségnél is, meg a katonasságnál is, meg parafelderítők, mindenhol vannak, vannak. Hazudnak, mint a könyvből olvasnák, de mindenhol vannak. És vannak, az oroszoknál nagyon jó parafelderítők vannak. Nagyon jók. Tehát nem kell oda menjen egy kém hasoncsúszva, hogy valamit lefényképezzen, mint fenét. Elküldenek három egymástól teljesen független parafelderítőt. Három egymástól 2000 kilométerre. Megadják neki, hogy hová kell menni. Meg le, hogy mi van ott. Akkor leírja mindegyik, hogy hát itt egy ilyen bázis van, és akkor mi van ott a bázisban? Megszámolja a rakétákat, bele tud menni a, a és megnézi a nyomtatott áramkört belül. Az őr az ott ül, mint a hülye. Érted? Hát az ebből semmit nem tapasztal. De ott a kém megy, csúszik másik, valami vödröt arra, kész, megbukott, lelövik. De ezt nem kapják el. De a földön már erre is van a eszközük. Ó, nagyon durva. Van eszközük. Van. Ö, nem, nem, nem. Para, is vannak felderítési rendszerek, sok. Mert, mert már sokkal fejlettebb technikával dolgoznak. Így nem kell oda menni hasoncsúszva. De mégis meg lehet mondani, hogy mi van ott. Nem csak itt a közelben, hanem mi van a marson kromavizor és egyfajta parasíkú felderítési rendszer Úgy van. Volt. Úgy van. De gépi. Gépi. Gépi, és ki lehet, föl lehetett venni videóra, ami, ami történt valamikor a múltban. Mondjad. Mitől lesz más minden életnek a rezgése? Mitől lesz egyedi az? Nincs két egyforma atom se. Két egyforma atom sincs. Ugyan annyi lélekcella van benne. Szóval vannak ilyen típusok. Az, 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 benne van, az megvan benne, de hát ugye ott van két egyforma számítógépet, te tudnál mondani? Kétszer egymás után nem tudom, hogy feltelepíteni a Windows-t ugyanarra a gépre. Úgy van. Úgy van. Na de ha nagyon ugyanúgy, tehát egy CD-ről vagy DVD-ről beolvasod, mert volt ilyen telepítő, tudod, még a Commodore-nál is a végén a Ghost, milyen jó volt mit szoptunk a komodora? Ah, egy napig tartott, mire nagy keservesen föltelepítetted. A Windows, 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 Windows 98-nál is meg volt, de a commodore is meg volt, állandóan lehalt minden. És akkor utána már úgy lehetett föltelepíteni a Windows-t is, ugye, hogy a Ghost. A szellem az volt a neve. Föl, le volt egy képfájba mentve az egész, úgy, ahogy van az egész C, le volt mentve egy, egy darab képfájba, és akkor a képfájt a szére és kész volt, be volt minden helyre telepítve, ugyanazon a címen, ugyanúgy, minden működött. Hú, hát a 98-nál olyan szívások voltak, hogy az nem normális. De az nem, ugyanolyan is kellett, akkor... nem, nem, nem. Olyan? nem. Nem. Tartalmat adott, tartalmat Adott tartalmat rámásolta a szére, és nem. ha ráfért a szére, mert az, egyforma legalább akkorának kellett menni, az a lényeg, és akkor a rámásolta, akkor működött, minden működött. Negyed orrát föl a gépet telepíteni, addig egy napig szívtunk vele, mindig. Az öregek bologatnak, akiknek volt 98-as, nekem már 95-ösöm is volt. Még megvan, a 95-ösöm kis lemezeken megvan. A telepítőlem ez megvan. Igen, igen. Hát az ilyen kis fingiling gép, gépeken is elműködött. Aztán el, elkezdtek terpeszkedni, ugye? Hát a Vörd a mekkora volt először, aztán mekkora lett belőle. Nekem még a a, az izé, a gépelő programom a commodore az ráfírta a, komodorra, meg még 17 oldalat a lemezre föl tudtam venni. Easy script, igen, igen, igen. Megvan, de már nem tudom elolvasni. A izékre már ilyen telepítő magnószalagok voltak, tudod, ilyen szalagegység. Úgy üvölt róla a jel, mint a fene, beleteszem a mag régi magnóba, szól, de már azt mondja, hogy nincs, nincs fagyja, nincs, nem, nem, nincs neki kezdete. Kész. Tehát nem találja meg a címét se rajta, pedig rajta van. Üvölt róla. De ezek el, átirodnak a magnuszalagok, átirodnak a, a, rádiójátékok is átirodnak, nem csak ezek. A magnuszalag, ugye vékony magnuszalag. A mellette lévő, ahol van valami nagyobb jelcsoport, az átíródik a mellette lévő két oldalra, a szalag következő menetére is. Mert ráfekszik a tetejére, így beleíródik. Ott lehetett hallani ezt nagyon, amikor a rádiójátékok voltak egy időben, nagyon divadban, nagyon szerettem őket. Lehetett hallani a színház. Ez, hát lehet, hogy nem látod a színházat, de azt mondták, és akkor bejön, a, mit tudom én kicsoda, és akkor kiment a színpadrózzal. Ilyeneket bemondott egy ilyen közvetítő még, de egyébként hallgathattad, a párbeszédek jók voltak, és akkor hallgattad. ott is az volt, hogy amikor valaki nagyon nagyot kiabált, akkor az előre lehetett hallani. Először egy pici alkal, aztán hangosabban, aztán barmi hangosan kiabált egyet, és még a következőben is ugyanúgy kiabált, mert a mellette lévő menetben is benne volt. Még két menettel arra is, amikor ilyen nagy ordítás volt benne, talán az egy nagy mágneses jelet csinált a szalagra, az átíródott a mellette lévő menetekre is. Hát igen. Há. Pláne a vékonyabb szalagok, ilyen 90-es, az már szar volt a 90-es. Erről volt az összes horrorfilme. Begyűrt állandóan meg minden, az már nem volt jó. Tehát a, igen, a, izé, a, 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 izé, a VHS szalagoknál is begyűrödött a vékony. Na nem volt jó. Hosszabb anyag ráfér, de, de az kész, az begyűrte. Kicsit izév volt, a ragacsos volt, a vagy valami, az úgy begyűrte. Gyerek, elég, hogy egyszer beadagolt a a, zsíros kenyeret, a, anya a, 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 gyerekek rendszeresen beadagolták. Komolyan, benyomta a zsíros kenyeret, nem akarta megenni vagy a kegyered, benyomta a képmagnóba. na? az meg beszívta magának, aztán gondolhatod, hogy mi volt. Tehát annyira nem stimmelt mindjárt. Igen, hát van. Javítottam ilyen magnókat, amik tele voltak vajas kenyére, vagy zsíros kenyérre. Ilyen volt. El is indult vele, fel is, arra is akartam volna tekerni a zsíros kenyérre. Nem ment. Parancsai. Szóval mitől lesz egyedi minden egyes lélek? Attól, hogy más az alapszoftver rajta, más az alap... Az alapszoftver az lehet ugyanaz, de abban a másodpercben, ha csak te onnan hallottál engem, te meg onnan, már nem egyforma a két információ. Ez, Ez folyamatosan változik, ahogy... Ez így van. Az És az nem egyszerre érj el minket az univerzumból a hullámvilág, hanem egy késedelemmel. Tehát ha mondjuk onnan jön a hullámvilág, engem ér el először, aztán téged. De de közben téged mások máshonnan is elérne. Tehát két egyforma információ nem, nem létezhet. Kész. És akkor hogy lehet ráhangolódni egyre, amiről csak egy régi információ van, hogy akkor... ezért van, bizonytalan. Ez bizonytalan is. Pontosan ezért. A ráhangolódás miatt bizonytalan. Szóval olyan, mint ahogy a Szabad Európa Rádiót hallgattuk a Tinicsia Parti miatt, ugye? Hallgattad a Tinicsia Partit? Rövid Gólámon. Hát, szóval. 19.41-49 méteres rövid hullámsalom, ugye? Ha lehet, hogy 16 is volt még benne. Tehát ott rövid hullámon lehetett hallgatni a Tinizsek partit, és az jó volt. De nem politikát akartunk mi hallgatni, a francokat, jó kis számokat, Akkor az nekünk nagyon-nagyon-nagyon nagyon nyugodt volt. A bitlis notákat, hú, hát az, a, az kellett hallgatni. Itt meg nem lehetett kapni, hogy pedig mi nagyon meg akartuk ezt hallgatni azt énekeltük a gimnáziumban, a Csiki Strauss -a, aki később a, Volga volt az igazgatója, minden igaz. De igen, hát, ilyen. Aztán lebontották a Volga is. És nem tudom, hogy még él a barátom, de hát ilyen. Tehát nagyon sok, nagyon sok érdekes dolog van, két-egyforma dolog nincs, az biztos. Tehát eleve az, ahogy az információ tárolódik, tehát minden egyes pontban, tehát minden egyes elektronon rajta van a világegyetem minden információja. Tehát nem ez vagy az magam az van rajta, hanem az világegyetem létének minden létezhető információja rajta. A gondolatok, a tervek, a tárgyak, a, a bolygók, a növényzet, az állatvilág, minden, minden rajta van. De rajta van, hogy innen 1200 fényévre egy bolygón a mit tudom milyen egérnek székrekedése van. Tehát, érted? Tehát minden benne van. Nem gondolnád el? De hát az az egér már rég nem él. Hát az már rég megdöglött, ugye? Mert 1000 fényévre van, az 1000 éves egér lenne. Tehát minden, minden benne van. És ez a minden, ez a helyzen határozatlanság. Kezdj, csókolom, jó napot kívánok, ébresztő. Igen? Mert egy elektron csak felhőnek lehet meghatározni. Hát miért? Mert en helyen van egyszerre. Minden téridőben máshol van. Minden téridőben. Mikor definiáltam? Hú, 45 éve definiáltam. Meg is jelent, nyomtatásban is, több helyen is. Megjelent, újságba könyvben, mindenhol megjelent, és nem igazán értették. Egy valaki értette, a Debrecenben a betiltott előadáson ott volt egy fizikus, aki ott sunyogott. Mert ne, nem adták oda nekünk az aulát, bár kibéreltük, megbeszéltük, leszerzöttük még se adták oda. E, meggondolták, hogy ott, ott valami foglalkozás, nem, nem tudják, mert az egyetem... Üzé, ez hazugság volt, mert ott volt az ahol a mögöttünk, feketében, üresen, sötétben. Figyelj, hazugság, hazugság volt. És ott volt egy fizikus, hogy a, mert ott én leírtam a mozgást. És azt, azt hallottam a tömegből, hogy de ez az ember leírta a mozgást. Hogy a fizikai elmozdulás és a deformáció az összes terekben végzett elmozdulások eredője ebben benne van a mozgás, benne van minden. Az összes terek mit jelent? Az összes terek azt jelenti, hogy egy elektronon rajta van a világegyetem összes információja. Ez azt jelenti. Csak ezt nem gondolják végig, de igen. A ember ezt próbálta leírni, mert nem azt látta, hogy az elektron egy ilyen kis pontocska, hanem azt látta, hogy egy ilyen felőkering. Akkor megpróbálták ezt lerazzolni elmagyarázni. Nem jöttek rá, hogy ennek információ és lét, információi okai vannak. Tehát minden, ami létezik, de egy hidrogénatom is nagyon-nagyon bonyolult hullámteret kelt. Nem egy ilyen szar kell rajzogatni már. Tehát arra gondoljál, hogy 740 ezer dimenzió forrás kelti a hidrogénatomot. Egy darab hidrogénatomot. 320 ezer pár. Most ez, ez őrületesen sok. Ez mind egy önálló világ. Hát nagyon-nagyon-nagyon bonyolult. Nem lehet elmondani, hány dimenziós a hát gyerekek. Hát ez ne vieskedje. Csak ez az egy hidrogénatom 740 ezer dimenziós. Hát csak beszélünk, Csak arról, arról beszélni. Az jelentkezik úgy, mint hogyha ő egy elektron. Úgy van, lenne, úgy van, úgy van, ez ahogy mondod. Igen. Egy része, igen. Benne egy hullámtéri... Csomósodás. Csak hullámtéri, hullámtéri csomósodás, és erről azt hiszik, hogy ott van egy részecske. Ez egy kvark. De közben nem. De akkor ezt nem is lehet leválasztani róla. Nem. A... nem. nem. A világegyetem egysége és egészen mindig együtt van. És ez az összes információ, ez az Isten tudása. Érted? Ő mindent hall és tud, ő el is tudja olvasni. Mert ő időben ő van megkészteltetve, abból lesz a világ. Egy rettentően rövid idővel, arrább, arrább, arrább van az időben. És ebből lesz aztán világ. És hogyha ő bármilyen pozícióba el tudja magát helyezni, és akkor abból az aspektusból is meg tudja nézni meg. Ebből is, meg ebből is, meg ebből is. Tehát mindig az Ali jut eszembe, aki Abáziánál beültem egy kávét meginni, az még volt Abázia, már nincs ott valami bank Ez a az volt egy ilyen étterem, ilyen elegáns étterem volt. Szóval beültem egy kávét meginni, ilyen kerthelység volt, nem is volt helység, csak ugye ki voltak rakva a székek a, 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 járdára, meg volt valami kis kordonszerű vacak. Na, lényeg az, hogy ott, 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 ott volt egy orvost, a az Ali, akit én ismertem az orvosi értelemben, a nagyanyám meg az anyám is ott dolgozott, és ismertem ezeket az orvost, én jó beszélt magyarul az Ali. Arabok közül volt, amelyik jó beszélt. Van, aki aztán rettentően rosszul beszélt magyarul, de ez jó beszélt. S akkor, és akkor, rendelt egy konyakot, és az esernyő alatt itta meg. Hogy az alak ne lássa. Van hülye vagy Ali, csak nem mozogsz. Mert hogy nem forogsz. Mert hogy bebújt az esernyő, és megitta a konyakot, mert az tiltja a ő, ő, vallással, hogy ő, szeszes italt igyon, de hát az esenyőt magára dugja, akkor megissza gyorsan, és akkor, akkor nem látja az alak. Mondom, te figyeld, egy muslisz szemével is látték igen az alak. Másnap képzeld el, másnap már nem, nem nyitottak az esenyőjét, hanem úgy itt Akkor már mindegy volt. Akkor már mindegy volt. Egyem a szívét. De, aztán volt ilyen orvos találkoztam vele, Dresdában mentünk, vagyis hogy Rostokba mentünk, de Dresdán keresztül, és ott, ott, volt az, hogy felszálltunk a vonatra, és négyen voltunk, az az, hogy én meg a két fiunk volt, és akkor a, volt egy, egy magyar ilyen hordár, ez egy csendőr volt, pillanat alatt Éber Hipnoz is bemondta, hogy ő kicsoda. Egy csendőr volt, aztán kimenekült valahogy, valami disznóságot is csináltott, kimenekült Prágába az áll, vasútállomáson. Ö, ott, ott átszálltunk, és ott, ott találkoztam vele. De beszélgettünk, elmondta, hogy hová kell menni, majd ő oda viszi, és így. Tehát kiderült hogy a csomagunkat, hát aztán kiderült, hogy haha, nem is arról a vágányról indul a vonat, szóval ilyen. Hallom a bemondott németül, hogy mit mond be. Mondom, á, az nem onnan indul az a vonat, hanem a Na menjünk is oda. Húztuk, odaértünk, még, még perc volt az indulásig. Felszálltunk, tele volt a vonat, persze, hát 5 perc a indulás előtt már teljesen tele volt. Fönszálltam, és ott volt négy hely. És két néger ült ott, ki sem mondhatjuk már az néger, szóval két, hogy hívják, nem, le, nem most lebarnult ott, úriember volt ott, és itt tanultak az orvosi értelmet, csak én azt nem tudtam, mert hogy ott angolul kérdeztem, és mondta, hogy persze szabad a hely, minden, de azt mondja, de beszélhetünk magyarul is, hát hallotta a gyerekeket beszélni, és beszélhetünk magyarul is, teljesen tisztán mondta, hogy beszélhetünk magyarul is. Mert én, én az orvosi egyetemben Budapesten végeztem, és akkor hát sokáig beszélgettünk vele, mert aztán együtt utaztunk, így szembeültünk és hát nagyon aranyos volt, ha, az nagyon jó volt, az egy akkora jelenet volt, én, én majd összepisítem magam a rögéstől. Még akkor bagoztam, és akkor kiment, kimentem a peróra, még elszívni egy cigarettát, még volt három perc, mondom, elszívok gyorsan egy cigarettát még, mert a, nem lehet, nem volt dohányzó És akkor erre rágyújtottam a cigire, és akkor jött ki mögöttem a, az orvos is, ez orvos volt ez a fekete ember, nem is lehet kimondani, a, a lényeg, hogy, hogy, egy nagyon aranyos jósrác volt, és ott, ott kijött mögöttem, és ott áll az öreg hordár, még a lent a hordár kocsiával, és azt mondja, hát ez még az anyában maradt két percig a szénnék. Mondom, te, ez egy 8. kerületi magyar gyerek, papa, ne szórakozzál Tudod, ki volt, hogy megszólalt magyarul mögöttem, de én egy 8. kerületi gyerek vagyok. Az öreg az teljesen leszakadt az arcát, amit hát te még nem láttál, teljesen tisztán beszélt magyarul, úgyhogy édes volt nagyon a jelenet. Hát és a de én egy 8. kerületi gyerek vagyok, hát hogy, papa, hogy gondolod ezt a dolgot? Nem volt egy 8. de hát nem lehet, nem. hogy jó beszélek magyarul, hallom, de hát akkor is. De nem fér be a fejébe, hogy egy fekete ember így így beszélt magyarul, tényleg magyar, jó beszélt magyarul. Régen hagytál az országot. Régen hagytál, és közben lesült. Igen. Aranyos Aranyos jó ember volt, orvos volt. Sebész orvos volt egyébként. Egy orvos volt. Már régóta volt orvos már, vagy, itt a 15 éve orvos volt. És csak Prágában együtt szálltunk a vonatra. Nagyon Aranyos volt. Igen. Nem. Nem Prágában, Dresdában. Hülyeséget mondtam. Dresdában. Dresdában, mert Rostokba mentünk vonattal, és Dresdában ott volt az, hogy, hogy 50 fenigél, benyomtál az ajtóba 50 feniget, és akkor be, be tudtad zárni az ajtót a kocsón. De én nem tudtam, nem olvastam, mert már nagyon kellett menni, nem olvastam el, hogy ki volt írva ott németül, hogy ez, mit tudom én, három percig Ér, 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 ez a 50 fenig, össze, három perc, vagy áll, két, négy perc. Hát én annál hosszasabban szoktam a klotyon ülni, és, és akkor képzeld el, hogy a, el, hogy a, a az ajtó így, tán, mint a rugok, így szenved szemben a négyes vágányhoz vezető főútvonal, és ott hozzák a bőröndöket, én meg ott ülök a klotyon. azt a fiamnak, hogy gyere majd, gyáj majd, csupálva az ajtót. Aztán odállt az ajtó elé, és ott fogta az ajtót, nem engedte kinyírni. Hát nem föl se tudsz állni? Hát kinyílt az ajtó, szembe jönnek. <laughs> nagyon buli volt, nagyon buli. Ezek ilyen, ilyen, ilyen jó kis, igazán ilyen német alapossággal ki volt találva. Tessék, Pancsa. Szóval atomfizika. Az, hogy olyan megközelítés, hogy proton, neutron, ez így. Helyes. csak nem és úgy, ahogy elképzelik. Igen. Ha igazán el akarjuk érteni, akkor vissza kell fejteni odáig, hogy egy neutron 740 ezer forrás kell. Hogy, volt az? Egy neutron 740 ezer forrás, de nem egyszerre van 740 ezer, hanem a kezdeti pillanattától belülről kifelé, ahogy keletkezik a neutron, 5 nevén. és fél rétegbe, vagy 6 és fél rétegbe keletkezik, és ahogy keletkezik belül kifele, annyi Annyiszor keletkeznek új források. De ez miért nem miért nem tudjuk ezt megfigyelni? Mert tudjuk figyelni, azt, hát a, a, azért találta ki a holográfikus eljárást, a Gábor Díres, azért találta ki, hogy belenézzen egy proton belsejébe. De azt mondta, hogy nem látok benne semmit. Volt egy Káron nevezető a Szorbonon, aki belenézett a proton belsejébe egy... 23 GHz-es jellel, az akkor nagyon menő volt 23 GHz-es jelet előállítani, ez a 60-as években volt, az akkor még nagyon menő dolog volt. Nem voltak olyan eszközök, hogy ilyen frekvenciákat előállítsák. Nem tudták a 10-24-en megcsinálni, mert már olyan eszközt nem tudtak csinálni, de az még 10-szer magasabb frekvencia, ugye? Nem tudták, és akkor berenézett, és az meg azt mondta, hogy fény van benne, nagyon nagy mennyiségű fény és információ. A világ információ, ezt mondta rá akkor a... De a fényhullámhosszánál kisebb a mérete, egy neutron. Ez benne a nagy, a nagy, buli, hogy tele van fényjel. Hogy lehet belenézni a fényjel? Összecsukódik kisebbre a fény, sokkal, sokkal kisebbre megy össze a fénykvantum. A keletkezése során, ahogy körbe másolódik, egy nagyon pakolt környezet, és, és egész pici kére megy össze. Sokan vannak a buszon. Igen. De tényleg nagyon sokan. És ez állandóan keletkezik. Ez a függvény van a könyvemben benne, amit az Ádám Éva a függvény, ahogy elindul a keletkezése a, a neutronnak. Tehát az Ádám Éva a bibliai történet az a neutron keletkezési történetének az eleje. És azért van benne az Isten, mint Teremtő azért az Isten teremtette az embert. Tehát az Ádámot teremtette, de az Ádám szintén nem egy bácsi volt. Az egy nagyon érdekes, ez a tűzelem, ez a tisztító tűz hegye van az ábrán, de azt már én írtam rá, mert ott eredetileg angolul vannak ezek a feliratok, zónákat mond el, a zónákat mondja el, hogy ez a téridő keletkezéséhez való, ez az energia a keletkezéséhez való ábra, nagyon régi, középkori ábra, angolul van már rajta a szöveg, és benne van, hogy hol van a teremtési zóna, az éppen a, micsoda, a Peter's Gate, Peter, Peter Gate, az a Péter kapuja, a, tehát ott van a határkapu, aminél energia tud keletkezni. Alatta ilyen zavaros ezek vannak, abból nem lesz energia, tajonok belemennek egymásba, létrehozzák a következő fénykvantumot, a következőt, a következőt. Tehát egy folyamatról van szó, nem egy ilyen, van egy színusz, azt megy, azt úgy olyan kedve van, akár meddig megy. Tehát ez egy zöldség, hát ez egy tudománytalan zöldség. De nagyon mondják, nagyon tanítják, nagyon harsogják, nagyon lehurrognak. De ne, ne, nem, nem úgy működik. Egy önkettő rendszerről van, egy idő visszacsatolásról van szó. Nem véletlenül beszélt a fényről, hogy egyiptomban, meg mit tudom. igen, ez a fény maga, az maga az energia, a fény. Csak hogy a téridő is a fénynek az egyik formája, a kezdeti formája. A, aztán a fényben keletkezik egy ördögi fény, a Lucifer és a gyermekei, éppen hét gyermeke van neki, milyen érdekes, milyen meglepő. Hát igen. Honnan nézzük. Minden, minden bináris. Tehát maga a, a teremtő is már a kezde, amikor megnyilvánul már bináris. Azért lesz a nyolcasból egy álló meg egy fekvő nyolcas. De az egyik is. Nem, egyformák, mint a tök. A egy balra mennek. Igen, igen, és az az érdekes, akkor, akkor keletkezik a fény a fényben. A zsidoknál megvan ez, pontosan megvan. Tehát ők még nagyon jól őrzik, mink is őrizzük, persze. Nem véletlenül mondom el? Mert most olyan idők jönnek, hogy át kell menteni a tudást. A fejetekben. Tehát a nézők fejében is. És nagyon nagy szerencse az, hogy ezeket a filmeket olyan 12 ezer ember nézi minden héten. Én néha ilyen anekdotákat kezdek mesélni, amit, amit ezek a nagyon tudós, nagyon materiálisek utálnak. Mert én nem mondom el folyamatosan átolzik, pontosan azért, mert holnap is élni akarok. Tehát ne tudjad, hogy én mennyit tudok, ne tudjad. Jó van. hülyeséget beszél, jó van. A udvari bolondnak is jó vagyok. Na, no, jó van. A nyelvész barátom is úgy hívja magát, hogy udvari bolond. Tőlem hallotta. És így el tudja mondani a nyelvészeknek is, mert ő csak egy udvari bolond. Ilyen aluljáró nyelvész, tudod, ilyen... De persze, de közben olyan dolgokat kutat, amit más nem csinál meg, mert félti az állását. A jó nyelvészet az a a, egy hangoknál kezdődik, aztán a két tagú, tehát két betűből álló szavaknál kezdődik, ott kezdődik a nyelvészet. Ha nem itt kezded, akkor ugyanolyan, mint a többi. Tehát azt magyarázzák, hogy a film, meg az ugor, meg ez. Eee, figyelj, először talán azt kéne megtudni, hogy miről van szó általában. Tehát a, a nyelvészetben. A magyar nyelvben hihetetlen dolgok vannak meg. Tehát ha, ha magyar származású vagy, és csak gyengén beszélsz, tanulj meg, tanulj meg jól, mert ez egy, ez egy hatalmas dolog. Mert a nyelvedben ott van a titok. Ha atomfizikus vagy, akkor is. Ott van benne minden. Én nem tudom, hogy angolul, hogy mondják, hogy nem jut ötről a hatra, de a magyarban megvan. A hét meg a nyolcát. Az a két fénykvantum. Az ötről a hatra a téridő a hét meg a nyolcát, az meg az ördög, amiről elkezdtünk beszélni. Azért a hét fia az ördögnek, vagy a hofeérkes a hét törpe mese, ugyanaz hordozza az Isten, rendszeresen leadja az emberiségnek a tudást. Ilyen mesébe, hát ez csak egy ilyen komolytalan dolog. Ugyanaz, mint az udvari bolond. Komolytalan, nem kell komolyan venni. Csak gondold végig. Mindig mondja, hogy gondold végig. Mert amikor végig gondol, akkor rájössz a francba, de hát így van, de hát kijön. Kiszerkeztem, annyi jön ki. Tehát ha téridőt szerkeztem, akkor 60 fokkal jelenik meg előtt a, a látomás. Aztán megint 60 fokkal, megint 60 fokkal, egy patkó alakú függvényt jár le a forrás. Pont patkó alakút, érted? Szerencse patkó, érted? Szerencse patkó, érted? Hát, hogy mondjam el neked? Érted? Érted? Szóval ilyeneket kell már kérdezni. Mert elszalad a figyelme mellett, pedig nagyon-nagyon fontos, hogy az az útvonala az atyának, az Istennek az útvonala a legelső teremtési aktus során. Mert akkor teremtődik meg az első teremtmény. Addig csak teremtők voltak, és akkor lesz teremtmény. Parancsolj. Én múltkor láttam olyan kovácsolt vas ö, volt egy kapun, négy, ugye négy ilyen hurok, mint ez a biblia ábra, képes biblia ábra. ugyanez, de bonyolultabban, itt síkban. És ezen a hurkon merőlegesen, mind a négyen volt öt erre merőleges rugó. Tehát térbeli rugó. Amik, Igen, amik, Na hát persze. Ez... Hát, nézd meg, el. az Éva anyánk hát. ott van, balra fönt a sarokban, ami fölfele nézott, balra fönt. Az Ádám oldal bordájából keletkezik, látod? Látod? Hát már hogy kérdezzem meg? Nem látja. Hol van? Nem látja. Francokat, az az Ádám. Középen ül, a, ül az Ádám, az a pöcstelen Ádám, ott ül. Hát persze, mert nem emberről van szó. A sas sem, a kutya sem, a izés sem, semmi nem igaz. Ezek hasonlatok. És a hasonlatokat kell érteni, hogy mit, miért mond, miért mondja, hogy az egy sas, miért mondja, ezekre rá kell jönni, mert az üzenet. Ez egy képes Bibliából származik, amiből a képeket mind kigyomlálták. Minek az? Tudod, mi volt? Ott volt leírva az atomfizika. Ez az atomfizika kezdete. Így, Így keletkezik a neutron. Az volt ott leírva és a tiltott gyümölcs, és neki értelme van, de nem az évákat kell adjon csapni, mert megette az almát, hogy odatta az Ádámnak is, aki ekkora nagy Ádám csutkája lett, és értjük, érted a francokat, érted? Te egy ember gondolkodol, meg oda próbálod valahogy kötni. Valahogy érteni szeretnék, de nem, nincs annyi eszed, se türelmet, se képzettséget, se semmi, és akkor hadomászol, amit azt lelépsz pedig meg lehet érteni, és akkor az igazi, amikor megérted, akkor rájössz, hogy hát értem a világot, baromi jó, hát minden működik, hát minden magától értetődő, nem kell itt semmit elhinni. Vallás? Milyen vallás? Miért kell nekem a hiszeg egyet elmondani, amikor tudom, hogy ez biztos, hogy így van. Maga az Isten mondta, akkor csak elhiszem. Na most, hogyha ha tudom, akkor azt is elmondhatnám, hogy tudom egy Istenben. De hát nem jó jön ki, na. Szóval ott van a lényeg, hogy a materialisták azt hiszik, hogy ők mindent tudnak. És te meg egy kis hülye, vallásos, senkiházi vagy, ilyen klerikális kis izéket, itt össze-vissza, ilyen, ilyen hiedelmeket is. Nem komán, te beszélsz hiedelmeket. Mert azt hiszed, hogy tudod, mi az anyag, mi a fény, mi a... semmiről nem tudsz semmit. És nagyon büszke vagy rá. És mindenkit leszólsz. Hát jó, hát így is lehet élni. De süllyedő is kevés az ateista. Meg a zuhanó repülőn is. Meg fogjátok érteni, és ha megérted, akkor rájött, hogy nem, a tudást akarták neked átadni, csak te mélyen hülye volt te hozzá, nem értetted meg. Át, a Mózes öt könyve a neutron írja le. Meg leírja az emberi történelmet, képzeld el. Na, ez milyen függvény? Ez hogy van megcsinálva? Uh. Minden ott van benne, képzeld el. Tehát a mai események ott vannak. Tehát, mit kitör egy háború benne van a Bibliában. Na de jó, 3200 évvel ezelőtt írták le. Ott van benne. Ott volt a Kennedy gyilkosságot, ott benne van. Nem belemagyarázzuk meg háború és béke, meg, meg. nem. Benne van. Te meg nem értesz hozzá, és mindent csak leszólítasz, Lefikáz, mindent, nagy arcoskodik. Hát, így is lehet élni. De jobban tennétek ti is, meg én is jobban teszem, hogyha inkább azon foglalkozunk, dolgozunk, hogy attól a vacsaktól, amit amin nézegettetek, hogy abból még tovább fejlesztett valami legyen. Ugye most izgalmas dolgokat csinálunk. Itt van a következő konzultáció, konzultáció az ne. február 11-én lesz. Ne, jövő, 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 jövő. Január 14, most miért december van? Nem, január van. Ja, az a lelkészi. Az, 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 az a lelkészi. Az a lelkészi, az, az 14-én, februárban 11-én, márciusban 10-én, áprilisban 14-én, májusban 12-én, júniusban 9-én, de most a csütörtökök meg ott vannak felsorolva. Tehát most januárban 11-18-25 és aztán februárban 1, 8, 15, 22, 29, úgyis elfelejtett, nem mondom tovább. De kim van az interneten, beírod a keresőbe, és megtalálod. Mi, mi van a, milyen hányas weblap ez? Na, hallatsz, az, itt hallatsz. Kikerül, az nap lesz a Igen. Iskola. Amikor kikerül, mert vasárnap szokott ez kikerülni, 9 órakor, és fél tizenegykor a második rész, akkor van a bemutatója. Öh, és ez minden héten általában is szokott lenni. Úgyhogy most, most 9 órakor van reggel, 9 órakor, nagyon sokan nézik vasárnap, hogy hát ez egy mise tulajdonképpen, csak ezen a misén nem értelem nélkül felolvasgatjuk a Bibliát, és próbálunk rá emberi hasonlatokat hozni, hogy de a stanszínén is ezt erre fázott rá, meg de a, nem, nem ezt csináljuk. Nekünk más a feladatunk, mi nem hívőket nem is toborzunk, mi nem vagyunk térítő egyház sem, már csak azért sem, mert az egyházi szívünket is eltörölték még tízben, teljesen törvénytelenül, abszolút, totál törvénytelenül, de eltörölték. Hát jó, ha ebbe jelik az örömüket, akkor leég. A tudás az akkor is átmegy mindenen. És most a 7 millió 100 ezer letöltést is meghaladtuk. A tudás mindenen átmegy. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jövő héten újra találkozunk.